Ez a négyes játékország. Megérkeztek a tartós tankönyvek a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolába. A 2020-2021-es tanévtől kezdődően a diákok ingyenes könyvellátásban részesülnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az atlaszok, munkafüzetek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók pedig könyvtári kölcsönzéssel jutnak ezekhez. Szavári Attila, az iskola tagintézmény vezető helyettese elmondta, az ingyenes tankönyv hatalmas segítség a családok számára, mert tanévkezdéskor egy első osztályba beiratkozott diák akár 30-40 ezer forintjába is kerülhet a szülőknek. Csak úgy, mint az előző években, ebben a tanévben is ingyenesen kaptuk meg a tankönyveket. Ugye mind a 8 évfolyamunkon, illetve a speciális tagozaton is, tehát így nem kell a szülők számára egy plusz terhet rájuk róni, és mind a közel 6000 tankönyv remélhetőleg megérkezett, éppen most a fiatalok számolják le a mennyiséget, és ezt követően pedig szépen szétszortírozzák az osztályokba, hogy a szülők jövő héten az alsó tagozaton át tudják venni. Ez a támogatás összesen 526 Bonyhád környéki diáknak nyújt segítséget az általános iskolában. Azért biztosította a különböző tantárgyak számára a tankönyvválasztás lehetősége. Idén is, főként az alsó tagozatot, ha figyelembe vesszük, ott van a 526 főből 300 tanulónk, 301 néhány tanulónk. Tehát a nagyon fontos, hogy ugye milyen tankönyvekből tanulnak meg írni, olvasni, számolni, tehát alapképességeket a diákok, úgyhogy a szülők elégedettek. Tehát ha egyéb segédanyagra van szükség, akkor pedig hát számos digitális tankönyv, illetve egyéb elérhetőség van az interneten keresztül. A tankönyveket osztályonként vehetik át a szülők, előreláthatólag augusztus utolsó hetében, így a diákoknak lesz idejük ismerkedni azokkal még a tanév kezdete előtt.